Nem csak hivatásán, életpéldáján keresztül is közel áll Jézus keresztjéhez. Ezt mondta Varga János budaörsi plébánosról, kanonokról, főesperesről és egyben szentszéki bíróról Nánási Tamás. Az újságíró az egyházi vezetőről készített interjúkötet bemutatóján beszélt. A könyv szerzője, a mi interjú készítője Várhegyi István újságíró. Szikora Réka gyönyörű éneke után Nánási Tamás újságíró a Hűség és a helytállás könyvének nevezte Várhegyi István Kötődések című művét, melyben Varga János budaörsi plébános vall egy mély interjú során életéről, hitéről és hivatásáról. Varga János atya, akiben kanonokot, főesperest és szentszéki bírót is tisztelhetünk, nem csak hivatásán, hanem életpéldáján keresztül is közel áll Jézus keresztjéhez. Tulajdonképpen más sem tett, mint segített annak cipelésében. És ha belegondolunk, vajon hány és hány hívő testvérünknek segített már hasonlóképp az élet terhének elviselésében, könnyítésében? Budaörs keresztjei emlékeztetnek sorsunkra és kötelességeinkre, budaörs plébánosa pedig együtt jár velünk azon a nehéz úton, amit vállalnunk kell, és ami megadatott nekünk. Nánási Tamás egy-két érdekességet is kiragadott a könyv bemutatójának apropóján, megmutatva a hallgatóságnak, hogy még azok is, akik úgy érzik, hogy jól ismerik az atyát, egészen új és meglepő ismeretekkel gazdagodhatnak a könyv elolvasása után. A békepapi mozgalomba való kötelező utasítással is felérő meghívást például négyszer kellett visszautasítania, mire végre megszűnt a feljebb való kunszolása. Az államhatalom is megpróbálta beszervezni, de kihallgatása után keresztben áthúzta az elébe tett nyilatkozatot. Volt honnét példát vennie. Édesapja boltját, iparengedélyét veszítette el amiatt, mert nem volt hajlandó belépni a kommunisták közé. A létbizonytalanság szélére került család a legnagyobb megpróbáltatások idején sem engedett hitéből és meggyőződéséből. Nekik olyan tartásuk volt, nem roppantak össze és nem adták be a derekukat, mondja szüleiről a kötetben Varga János. Jancsit nem lehet megmenteni. Utalt a meggyőződés konok vállalására a 80-as években a püspöki helynök, amikor Varga János 16 évi sikeres szolgálat után a Hűség városából, Sopronból egy kommunista fellegvárba Tatabányára helyezték át. Voltak emellett az atya életében máskor is meredek változások, de mindegyiket kötelességtudóan vette tudomásul. Obed ivi, ivi. Engedelmeskedem is, megyek, idézi a latin mondást a kötetben Varga János. A különleges és bensőséges munkát a helyszínen dedikálták is a szerzők. Köszönöm szépen! Sok minden belefért ebbe a könyvbe, amit nem tud a hétköznapi halandó, mert ugye sokan tudják azt, hogy az atya Kapuvárról indult, de hogy érkezett ide? Hányszor volt Győrben, hányszor volt Sopronban, és miért kellett onnan elmennie? Ez a könyvből kiderül. Egyébként a sorozat első kötetét kaphatjuk kézbe, ahol a kötődések az Budaörshöz mindenképpen kötődik, de sok kötődése van egy embernek az életében, és ezt kísérhetjük végig. Őszintén mondom, meglepődtem, nem is gondoltam, hogy a végkifejletben idáig jutunk, hogy egy ilyen könyvben mutató lesz. Nem a nagyságát méltatandó, hanem egyáltalán a könyvet. Mit is mondjak? Meglepett a gondolat, de nem tudtam visszautasítani, hogy azért velem kapcsolatban elkészüljön ez a kis könyv. Valahogy jó érzéssel. Egy kicsit úgy vagyok, hogy jövő hónapban leszek 75 éves, valami összegezésnek is nevezhetném, vagy pedig nem életrajzi dokumentum, de benne van az életem azért úgy nagy körvonalakban, vagy pedig hát a jelesebb epizódokat úgy, ha visszajönnek, nagyrészt sok minden megvan benne örökítve, úgyhogy igazából az én életemről szól. Thank you.
Az atya élete az 12 esztendő, az Budaörshöz kötődik. Ez a 12 esztendő egyébként a leghosszabb időszak, amit a papi hivatásában egy helyen eltöltött. Tehát ez már meghatározó, és Budaörs nem egy könnyű eset. Pap szempontjából én arra jöttem rá, ahogy az interjút készítettem. Nagyon sok feladat van itt, amiről megint csak az olvasók nem tudnak, hogy a kamaraerdő is ide tartozik, amit hál' Istennek most már azért besegítenek mások is, hogy kamaraerdőn is a hitélet rendben legyen, de nem egy könnyű terület, és ezt az atya szerintem nagyszerűen oldja meg, ez a könyvből kiderül. Örülök, hogy az evangélium nyomán szólhatok az emberekhez. Azt érzem, hogy igazat mondok. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert az Úristen szavát közvetítem. Engedd meg ezt mi nékünk, kegyelmes Istenünk, hogy mindnyájan tégedet igazán esmérjünk. Hadd az kicsiny hitükkel együtt örvendezzünk, mikor megítélsz, Uram, kegyelmezd meg nékünk.